Oh, that's cool. Játékosunkhoz, Frank Bolihoz hasonlóan mostantól ön is felfedezheti virtuálisan, 3D-ben a Fradi Múzeum minden pontját. Korábbi ferencvárosi lakosként és úgy követve a Fradi utóbbi évekbeli fejlődését mindenképp szimpatizálok a klubbal, és mivel rendelkezésemre állt ez a technológia, ezért úgy gondoltam, hogy itt is kihasználhatnánk ennek előnyeit. A Fradi Múzeumot és a kivitelezőt összekötő kapocs dr. Bácskai János, Ferencváros korábbi polgármestere és a Ferencvárosi Tornaklub elnökségi tagja volt. Tényleg ilyen, amikor a vágy és az igény találkozik, hiszen ugye dr. Bácskai János pont megcsörgetett telefonon, és ugye megkérdezte, hogy van egy ismerőse, van egy cég, akit ismer, hogy ilyen 3D-s befotózással foglalkoznak. Hát azonnal felcsillant a szemünk, hogy hát éppen ezekről beszéltünk. Örömmel fogadtuk a Hajdú Dénest és csapatát. De mi is ez a technológia valójában? Az egésznek a lelke egy Matterport elnevezésű készülék, amelyet például az ingatlan piacon is előszeretettel használnak. Az eszköz által megalkotott tér és a 3D technológia teljesen valósághű érzést kölcsönöz a múzeum online felfedezéséhez. Nem kameraként kell elképzelni tulajdonképpen ezt az eszközt. Elsősorban nem fényképeket készít, hanem szkenneli a teret. Gyakorlatilag másfél méteránként kell lehelyezni, és ezek a pontok alkotják a későbbiekben a térnek a teljességét egységenként, és így áll össze a virtuális séta. Bizonyára a kedves nézőben is felmerült a kérdés, miért előnyösebb egy ilyen készülék, miben tud többet egy átlagos fotózásnál. Nincs gömb hatása, a séta során egy sokkal realisztikusabb, valósághűbb terméket kapunk, nincs elmosódása a két pont közötti lépkedésnél. Talán egyszerűbb is használni az eszközt, mint egy fényképezőgépet. Az a jó ebben a technikában, hogy kristálytiszta éles képet kapnak a szurkolók, tehát tényleg az van, hogy a legutolsó kisebb tárgyal is rá tudnak nagyítani, el tudják olvasni a falakon a történeteket, meg tudják nézni a tárgyakat a legapróbb részletekig. A Fradi Múzeumban végzett munka több okból kifolyólag is kihívásokkal teli volt. Dénes itt járt nálunk többször is, több munkaóra van ebben, végig kellett járni a múzeumot szisztematikusan, ugye másfél méterről két méterre, tehát ez egy nem kis munka volt. Nem csak, hogy szűkösek a helyek, de bizonyos termekben nagyon sok a vitrin felület, tehát a tükröződés is, ezért egy ilyen igazi maratonfutás volt, hiszen a gépig, a géptől el, majd megint vissza a gépig, tehát egy, igen, sok mozgással járt. A megtekinthető emléktárgyak, az elolvasható történetek, a háromszoros olimpiai bajnokunk, az idén elhunyt dr. Kárpáti György életét bemutató kiállítással is bővültek. Alig két hete nyitottuk meg ugye Kárpáti Györgyről szóló kiállításunkat. Sokan el tudtak jönni, de nem elegen nyilván, hiszen ugye a vírustól nagyon sokan tartottak, ugye Gyuri bácsi korosztálya sem ugye a mai fiatalok közé tartozik, viszont azt gondoljuk, hogy így mindenképpen minden szurkolóval meg tudjuk ismertetni dr. Kárpáti György varázslatos életútját. Amikor megfogalmazódott a fejünkbe a Kárpáti kiállítás gondolata, akkor ugye még az volt a terv, hogy a 85. születésnapjára lesz ez egy kiállítás, ezzel köszöntenénk őt. Elkezdtünk dolgozni tavaly októberben, kimondtunk a lakásán, megnéztük a tárgyakat, hát azonnal láttuk a kollégákkal, hogy itt tárgyhiánnyal nem fogunk küzdeni. Sajnos az élet itt másképp rendelkezett, ugye Gyuri bácsi már nem érhette meg a születésnapját, viszont nagyon-nagyon hálás vagyok, és ezután is köszönöm a családjának, hogy támogattak minket az első perctől kezdve, pedig egy ilyen gyászban ez nem egy egyszerű történet volt. Maximálisan támogattak minket, úgyhogy a Kárpáti György emlékkiállítás látható a Fradi Múzeumban. Mind a mellett, hogy a Fradi Múzeum jelen pillanatban 350 tárgyat állított ki, ezek is mindegyike megtekinthető, minden terem, minden sarok bejárható a Fradi Múzeumban. És hogy hogyan lehet részt venni a virtuális sétán, és miként lehet megtekinteni a 350 kiállított tárgyat? Lesz majd egy link, ami ugye meg lesz osztva a Fradi Múzeumnak a honlapján, illetve a videóhoz tartozó cikkben is benne lesz. Rákattintanak a szurkolók, akkor nyilván bejön majd a múzeumnak az úgymond látképe, akkor két-három ikonból ki tudják választani, hogy fölülről szeretnének beérkezni a múzeumban, melyik terembe szeretnének beérkezni, vagy lehet a bejárattól jönni egészen végig, mint ahogy a túráink is tartanak. A szurkoló maga dönti el, mindenre lehetősége nyílik. Az érdeklődő határozza meg, hogy a tér melyik pontjából indul, hol tartózkodik, hol áll meg, mi az, amit hosszasabban megtekint.
A múzeum vezetője szerint a virtuális séta is lehetővé teszi, hogy a Fradi Múzeum a világ minden pontjára eljuthasson. Ez a virtuális séta is ezt szolgálja, hogy a szurkolóink akár Budapesten, akár a Ferencvárosban, akár Magyarországon, de akár az egész világon bejárassák a Fradi Múzeumot, hiszen nyilván aki Budapesten lakik, annak könnyű helyzete van. Fogja magát, ha nincs vírus, bejön hozzánk, körbenéz, de rengetegen vannak akár a tengeren túlon is, ahol nem minden nap tudnak, vagy akik nem minden nap tudnak Magyarországra jönni. És ez az egyik lépésünk volt, ugye ez a virtuális séta, de azt elmondhatom nagy örömmel, hogy megtörtént a Fradi Múzeumnak az első zoomos videós tárlatvezetése múlt hét csütörtökön Argentínába, ahol ugye a kordobai magyaroknak tartottam az idő eltolódás miatt egy kis késői múzeumtúrát, hiszen ők ugye délután 5-kor tudtak összejönni, az nálunk ugye este 9 óra volt, de nagyon nagy örömmel vezettem őket körbe a Fradi Múzeumba, és elmondhatom, hogy nagyon nagy sikerrel ment, és valószínűleg fogjuk ezt még folytatni.